Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld és hegyek omolnak a tenger mélyében. Ha háborúknak és tájtékoznak is vizei és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékai. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydőkből megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami vár. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bánulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségét, íját tör össze, láncsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Amen. Ezekkel a szavakkal üdvözlöm Önöket, kedves testvéreim az Úrban. Ma, amikor reformáció ünnepét öröm szívvel ünnepeljük, e mai napon. Hallgassunk bele az otthona énekbe, ami arról szól, ami az üdvözlőtünk is, hogy erős vár a mi Isten. Ma reformáció ünnepe van,
és öröm szívvel eljöttünk az Isten házába, hogy örüljünk és hálásak legyünk, hogy az Isten igényét ma is hallhatjuk. Persze ebben az évben most különösen és különlegesen ünnepeljük a reformáció ünnepét, mert nem tudunk itt lenni, nem tudunk leülni a mi templomunkban, és hálás szívvel megköszönni a reformáció ünnepét, hogy már 503. éve az Isten igéjét hallhatjuk tiszta szívvel és lélekkel. De mégis így akarunk Önökhöz szólni, az Isten igéjét is tovább adni, hogy nyitott legyen a mi szívünk az ige felé, ma is reformáció ünnepén. Ma megint nehéz helyzetben vagyunk, mert pandémiában élünk. Sok kérdés van előttünk, hogy megbetegszek-e, vagy egészséges maradok, vagy valaki a családomból beteg lesz. Ezek kérdések, amikor szomorúak vagyunk, és kilátástalannak lássuk az utat. De mégis ma hozzánk szól az Isten igénye, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Nagyon jól ismerjük a szabadság szót. Sok ember szabadnak akarja érezni magát. Sok ember számára a szabadságot azt jelenti, hogy nem kell betartani a törvényeket, hogy nem kell semmit csinálni, mert szabad ember vagyok. De Pál apostol egy másik szabadságra hív minket. Szabadságra, amely az Úr Jézus Krisztus által kapható. És ez ma is fontos a reformáció ünnepén, hogy Jézus Krisztus által szabadok legyünk. Fontos az, hogy a mi szívünk nyitott legyen az Isten igéje felé. Mert mi is szabadok akarunk lenni, de szabadok Jézus Krisztus igéje által. A zsidó nép számára nagyon fontos volt a törvény. A törvény, hogy betartsák és aszerint is éltek, vagyis próbálkoztak élni. De Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy betöltse a törvényt, hogy megmutassa, hogy hit által a szeretet nagyon fontos, az Isten szeretete. Azért jött, hogy megmutassa, hogy az Úr Isten szeret minket, hisz erről szól az evangélium is. Mert Isten a szeretet. És nagyon fontos, hogy akiben az Isten lakik, abban a szeretet is lakik. Mert fontos szeretnünk, imádnunk és tisztelnünk az Urat, a mi Istenünket, teljes szívünkből, teljes elménkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, és felabarátunkat, mint önmagunkat. Ez Lukács evangéliumában, a 10. fejezetében van megírva. Fontos, hogy a Szentlélek által Isten kegyelméből megkapjuk a hitet, és a hitet őrizzük, és hogy növekedjen az ige, az Isten igéje által. De nagyon fontos, hogy a szeretet által munkálkodjon a hit is. Szeressük és tiszteljük egymást, kedves testvéreim. Ebben az időszakban is, ami nagyon nehéz. Sokan közülünk idegesek, szomorúak, hogy mi lesz a holnap, mit hoz a holnap, mit hoz a jövő hét, mit hoz a tesztelés, hogy mi vár rá. Azt nem tudjuk, kedves testvéreim. De egyben biztosak lehetünk, hogy az Úr Jézus Krisztus velünk van ma is,
hogy az ő igéje által buzdít minket arra, hogy hitjünk ő benne tiszta szívből és lélekből, és hogy a szeretet fogjon össze minket. Ma este szeretetből jöttünk az ő házába. Szeretetben növekedjünk, mert nagyon fontos, hogy az Isten szeretete legyen mellettünk, előttünk és mögöttünk is. Mert úgy tudunk szabadságban élni, ha az Úr Jézus Krisztus is a mi szívünkben lesz. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, ünnepelni jöttünk. Téged ünnepelünk, téged áldunk, a te munkádat dicsérjük, melyet elvégeztél a reformátorok életében, a te megtérés munkáló elődeinkben és családaink életében. Áldunk téged, aki a téged látok szívének világossága, a téged szerető lelkek élete, a téged kereső ereje vagy. Hisszük, hogy amikor tőled elfordulunk, elbukunk, amikor hozzád térünk, felemelkedünk, amikor benned lakoszunk, örökké megmaradunk. Te vagy a mi kőszéklánk és megváltunk. Hálát adunk a reformációi szíveket, elméket formáló erejéért, a szüntelen reformáció ajándékáért. Hálát adunk az elénk adott feladatért, amit a legjobb tudásunk szerint kell elvégezni. Hálát adunk azokért, a családásokért, és mindenért, amit tőled kapunk. Mindenek felett hálát adunk a te fiadért, Jézus Krisztusért, igéje igazságáért, élete példájáért, hűség és engedelmességéért, amivel legyőzte a kísértést, haláljáért és feltámadásáért. Add meg nekünk a lélek ajándékát, hogy megismerjük őt és mások előtt is ismerté tegyük. Nyisd meg órunk minden ember szemét, hogy meglássák a te kegyelmes cselekedeteidet minden művedben, és hogy teremtésed bősége iránt való örömünkben javaikkal tiszteljenek téged, és hűséges sáfárai legyenek a te adományaidnak. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelmünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te felé, és adjon neked békességet.